Nem telhet el év a menhelyes karácsony nélkül Nagykanizsán. Az elmúlt hétvégére lett meghirdetve az akció, egészen pontosan szombatra. Az adományok már kora reggeltől érkeztek a telephelyre. 5 éve minden évben karácsony előtti valamelyik hétvégére meghirdetjük a menhelyes karácsonyt. Ez a gyakorlatilag fiatal állatbarátok kezdeményezték ezt 5 évvel ezelőtt, és azóta ez rendszeressé vált. 10 órától délután 4 óráig hirdettük meg ezt a rendezvényt, ahol várjuk az állatbarátokat, akik szeretnének adományt hozni az állatmenhelyen élő kutyáknak és cicának, illetve hát még fontosabb az, hogy tehát azokat is várjuk, akik nem hoznak semmit, üres kézzel jönnek, de megsimogatják a kutyákat, vagy egy kicsit megsétáltatják őket, mert számunkra, meg hát a kutyák számára ez is nagyon fontos. Mi a tapasztalat, mennyire mozdulnak meg az állatok iránt ebben az időszakban az emberek, akár egyének, akár szervezetek? Karácsony előtt, meg ünnepek előtt, húsvét és karácsony előtt, de főleg karácsony előtt az emberekben nagyobb az adományozási kedv, kicsit kinyílik a szívük azokra, akik rosszabb körülmények között élnek, és így hát az állatokkal is jobban foglalkoznak ebbe az időszakba. Elmondhatom, hogy nagyon-nagyon sok ember különféle módon adakozik, vagy a városba kihelyezett persejekbe ad nekünk adományt, vagy pedig, tehát nem anyagilag, hanem természetben támogat bennünket. Nagyon sok mindent kapunk ilyenkor, az élelemtől elkezdve. Általában megkérdezik tőlünk, hogy mi az, amire szükségünk van, és akkor mi elmondjuk, hogy mi minden segíthet nekünk abban, hogy mi itt a kutyákat meg a macskákat gondozni tudjuk. Nagyon sok élelmet kapunk, nagyon-nagyon sok tisztítószert kapunk, tehát mindent, amit itt mi fel tudunk használni annak érdekében, hogy a kutyáink és a macskáink jól legyenek. Csoportok is vannak, rendszeresen vannak olyan csoportok, akik minden évben valamilyen évzáróbált vagy évzáró rendezvényt tartanak, és ennek a bevételét felajánlják az állatmenhelyen élő kutyák és cicák javára. Az idén is volt ilyen. Múlt héten volt épp az Apira Hastánc csapatnak az évzárója. Ők azt mondták, hogy tehát ők bevásároltak a kapott adományokon. Ők nagyon sok hasznos holmit vásároltak nekünk, vödröket, söprüket, tisztítószereket, elmondani nem tudom, hogy mi mindent, hát majd meg lehet őket nézni. Úgyhogy mindenkinek ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy gondolnak ránk, de nem ránk, hanem elsősorban az itt élő kutyákra és macskákra. Thank you.